Ez itt az Álláspont, és a vendégünk Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok mindenkinek! Hát legutóbb, amikor találkoztunk, annak apropóján beszélgettünk, hogy kinevezték, illetve megválasztották frakcióvezetőnek, de hát régóta a tagja a közgyűlésnek tapasztalt már olyat, hogy ennyire féltek az újságíróktól, hogy kordonnal kell őket elhatárolni? Hát nagyon érdekes volt látni, hogy azok, akik a parlamentben hozott szabályokat, hogy rendezett keretek között lehessen a sajtó munkatársainak dolgozni, ők most a városházán ugyanezt, vagy inkább hasonlót csinálnak. Én azt gondolom, hogy minden működésnek, legyen az egy buszüzem, vagy egy papírgyár, vagy egy városház vagy egy parlament nyilván, megfelelő rendben és keretek között kell ö, működni. Én szerintem az nem egy normális dolog, hogy ö, ö, újságírók, a politikusok után rohangálnak és próbálnak ilyen villáminterjúkat készíteni. Az interjúkérésnek is szerintem van egy módja, megkeresés, elfogadás, megkérdezem, hogy kérdezhetek, és -e, a ezt a parlamentben meghozták, kritizálták, uh -huh. nagyon csúnyán támadták, mindenféle sajtószabadság ellenesnek nevezték ki. Most, amikor pedig ők kerülnek hatalmi környezetbe, akkor megelégelik a sajtó munkatársainak a kérdéseit, és egy kordon mögé terelik őket, és ez természetesen a legnagyobb rendben van szerintük. Én azt gondolom, hogy szabályozott keretek között kell mindenkinek működni, a kettős mércét pedig nagyon gyűlölöm azt mondták erről, vagy azt mondta erről a főpolgármester, hogy Féltek attól, hogy nem fog tudni bemenni az ülésterembe. Tehát tényleg ilyen problémák voltak? Dehogy is, hát nem. is, hát, hát hogyha attól fél, hogy megszólítja őt mondjuk egy vagy két <laughs> újságérő, akkor, akkor meg tudom érteni a félelmét, de nem tudom elfogadni. Mert uh -huh. ugye az ember fantáziája elkezd dolgozni ilyenkor, hogy akkor ezek szerint lökdösték a korábban a polgármestert, hogy eljártak, hogy ne tudjon bemenni, vagy ilyen problémák lehet. Én nem nagyon hiszem, hogy ezt, ezeket a ötleteléseket komolyan kell venni. Itt mindenki nyugodtan be tudott menni a az ülésteremben. Egyetlen egy ülés nem maradt el azért, mert az újságírók föltartóztatták volna hosszú órákon keresztül a főpolgármestert, vagy bármelyik helyettesét, vagy a képviselőket. Olyan már volt, hogy elmaradt fővárosi közgyűlés, de az a baloldal belső hatalmi marakodása miatt volt, és nem a sajtó munkatársai miatt. Hát ez azért volt, mert már nem mentek be a, vagy a DK-sok, vagy a Momentumosok, mert nem tudtak Igen, megsértődtek egymásra, és uh -huh. akkor elmaradt egy közgyűlés. Az inkább skandalom, azt gondolom, uh -huh. és az egy valósok volt, és hogy ténylegesen elmaradt a közgyűlés. Az, hogy három kérdést ez egy újságíró, nem hiszem, hogy olyan félelmetes dolog lenne. Hát egyébként voltak, akik kihasználták ezt a helyzetet, mert például Niedermüller Péter az így gyorsan berohant az ülésteremben, nehogy meg lehessen szólítani, és a kordonok között ezt szabadon megtehette. Tehát lehet, hogy volt ilyen igény Bal oldalon. Hát valószínűleg volt ilyen igény, és hogyha már Nidemüle porgámi említjük, akkor ő pont belecsúszott egy ilyenbe, mert amikor ez ugyanezen a folyosón megkérdezték tőle, hogy akkor például milyen spórolást javasol a Budapestinek, akkor mondta, hogy például kevesebbet járjanak autóval. Majd a következő kérdés az volt, hogy ön akkor mivel érkezett ide, és hát akkor kínosan <laughs> már már elnevetve magát mondta, hogy hát ő igen, autóval érkezett. Aha. Tehát lehet, hogy most ezt akarta megúszni. Ezt akarta elkerülni. Térjünk rá a közgyűlésre, hogy mi volt itt. Hát érdekes volt ez a megnyitó beszéd, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a közgyűlésben. Hát napi a felszólalás, felszólalás amit Karácsony Gergely mondott. Még mielőtt a lényegi részére rátérnénk, engem az döbbentett meg, hogy egészen pontosan leírtam, hogy mit mondott. Reméli, hogy az Európai Unió nem nézi tétlenül, hogy az energiakrízis tönkre Európát. Hozzátette, annak drukkolok, hogy Magyarország kormánya meg tudjon állapodni az EU-val, mert Budapestnek is szüksége van a forrásokra. Na most ez annak fényében, hogy azt hiszem tavaly májusban még azt mondta, hogy hivatalos panasszal fognak élni az Európai Bizottsághoz, hogy ne adják meg nekünk ezt a pénzt, vagy a helyreállítás alap pénzeit ez eléggé különös kijelentés. Nagyon-nagyon euh, durva kijelentés volt euh, az, és ugye ennek fényében érdemes, vagy érdekes ezeket a mondatokat is értékelni, amikor a főpolgármester az áll klicskónak kifejezetten örömét fejezte ki, az EU szankciós politikának, és örült annak, hogy Magyarország torkán is le tudták nyomni ezeket a szankciókat. Sőt, ezt ennél... mondjuk nem hivatalosan mondta, ez kiderült hogy egy videóból, hogy. Amikor mondta, és amikor ő ezeket a szavakat megfogalmazta, akkor ő teljes bizonyossággal meg volt arról győződve, hogy Kijev valódi főpolgármesterével beszél, az semmit sem von le az ő szavainak súlyából, hogy utólag kiderült, hogy egy átverés részese volt. Ez nem is tartozik ránk, erről a mém oldalak már számos viccet csináltak. <kül> Amit mondott, azt akkor annak a tudatában mondta, hogy ő egy másik város főpolgármesterével beszél, kifejezetten örült a szankcióknak, sőt, azt, is, azt az óhaját is, vagy vágyát is kifejtette, hogy ő szeretné, hogyha az Európai Unió akár a jogállami mechanizmust is alkalmazva, mivel Magyarország ugye rá van szorulva a forrásokra, még további szankciókat is le fog tudni Magyarország torkán tolni. Na most az teljesen biztosan nem létezik, nem lehetséges, hogy valaki, örül egy szankciónak, sőt, még többet követel, majd amikor ennek a szankciónak nagyon durva hatása van egész Európára is, így benne a magyar gazdaságra és az általa vezetett városra is, akkor pedig sajnálatát fejezik ki és iránkozik amiatt, hogy milyen elszabaduló energiárak vannak ez olyan szintű kettős beszéd, amit senki a közéletben nem engedhet meg magának. Talán ezért is volt ilyen kínos, és ezért is próbált egy kicsit békülékenyebb hangnemet megütni a főpolgármester úr, de akkor sem szabad ezeket a szavakat elfelejteni. Én számon is kértem őt. Uh -huh. Ö... Erre hogy reagált egyébként? Tehát azt mondta, hogy bocsánatot kérek, tévedtem? Nem, én ezt kértem tőle, hogy ha adott esetben ott a hirtelen érte ez a telefonhívás, nem készült föl rá, vagy nem gondolta át ezeket a dolgokat, akkor ideje lenne ebből egy kicsit visszabenni, és hogyha valóban érdemű együttműködést akar a kormányjal, érdemű együttműködést akar a nemzet nagyobb részével, akik ugye ezt a kormányt választották meg, és nem azt a konglomerátumot, amelynek ő is a részese, akkor ezt át kellene gondolni. Akkor nem lehet élharcos a szankciós politikának. Erről azt mondta, hogy nekünk mindig is ez volt a véleménye, és nem kell azon le. Hogy kiderült ez az Áklicsko interjú. Tehát azok után meg, hogy így nyilatkozik, tehát tényleg ez, tehát ez egy olyan egy szintű. Teljes a mértékben a kettős beszéd. Uh -huh. Nem lehet úgy a szankcióknak drukkolni, hogy közben pedig sajnálkozunk annak a saját magunkra ható negatív hatásairól. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen jó lenne, ha a főpolgármester úr is, jó lenne, hogyha a baloldali barátai, de leginkább az Európai Unió vezetői átgondolnák, hogy valóban hova vezetett ez a szankciós politika. Hát most nézzük, hogy hova vezetett, ugye, és mit kell tennie a fővárosnak azért, hogy ez ne érintse olyan keményen a lakosságot. Illetve, hogy az, amit kitalált Karácsony Gergely és a főváros vezetése, az megfelele erre. Ugye ők most bejelentették, illetve hát a főpolgármester bejelentette, hogy létrehoznak egy energia- és gazdasági válság elleni alapot 23 millió forint értékben, Milliót. vagy 23 milliárd, bocsánat, 23 milliárd forintos tartalékot képeznek, és hát ebből adnak majd rezsitámogatást a fővárosi embereknek, illetve az intézményeknek is talán. <kül> Na most eddig, ha jól emlékszem, azzal riogatott a főpolgármester, hogy itt csőd helyzetet kell mondani a fővárosban, meg be kell zárni a BKK-t, meg minden tönkre fog menni, hogy, mert annyira nincs pénz. Tehát most akkor így mégis találtak 23 milliárd forintnyi tartalékot, vagy hogy van ez? A tavalyi évben is már 20 milliárd forinttal több iparűzési adó folyt be, mint ahogy azt a főváros tervezte. Ugye ez két dologból következik. Az egyik az az, hogy nem igaz, az az állítás, hogy a kormány elveszi a, a városok, az önkormányzatok iparőzési adó felét. Akkor sem volt igaz, mikor egy uh -huh. szabályozás megszületett, ugye akkor az úgy szólt, hogy a kis és középvállalkozások dönthetnek úgy, hogy az iparőzési adó felét nem fizetik be. Tehát nem a kormány vette el, hanem ott maradt a vállalkozásoknál, pont abban az időszakban, amikor a világjárvány miatt nagyon nehéz helyzetben voltak, és a túlélésért küzdettek. Igen, ez a tipikus eset, hogy tele van a pohár, vagy félig üres? Absz Tehát, absz abszolút, igen. Tehát nem elvették, a kormány, hanem ott, ott hagyta az embereknél, a vállalkozóknál. Ez az egyik nagyon fontos. Nem a teljes összegnek a feléről beszélünk, hanem csak a kis és vállalkozások, és ugye ez csak a töredéke a teljes iparőzés adóbevételnek. Tehát egyrészt nem volt igaz ez az állítás a főpolgármester úrnak. Másrészt pedig a gazdaság ugye nagyon jól teljesít, nagyon jók a mutatók, a növekedés az európai elmezőnyében van, és emiatt a bővülő gazdaság miatt iparűzési adót is többet fizetnek be a vállalkozások az önkormányzatok számláira, így a fővárosi önkormányzat számlára is, és ami tavaly 20 milliárd többlet volt, az idén 23-24 milliárdra tervezik. És ezt a többletet helyezik be ebbe az alapba, és ebből lesznek különböző kiadások finanszírozva, és igen, teljesen jogos a felvetés, hogy lehet, és ez megint a kettős beszéd, hogy lehet egyszerre farkast kiáltani és csődről beszélni, miközben újabb támogatásokat vezet be a főváros. A kettő állítás együtt nem lehet igaz, vagy azt mondja, hogy felelőtlenül gazdálkodik a főpolgármester és a baloldali városvezetés, hisz ha nincs, ha csőd van, akkor még a nemes célból adott támogatásokra sem futja. Tehát nagyon helyes, hogy van támogatás, végre három év után elkezdi betartani az ígéretét a főpolgármester. Ugye emlékezzünk vissza, hogy ő minden nyugdíjasnak 20 ezer forintot ígért a választási kampányban. A harmadik éve adós ezzel az összeggel. Most megpróbál a 100 ezer forint alatti nyugdíja rendelkezőknek 4 ezer forintot, a 100 és 170 ezer forint között lévőknek 2 ezer forintot adni. Mi azt mondtuk, hogy ebből a többletbevételből, ez az összeg körülbelül, amit a főpolgármester úr a rezsitámogatása szán, ez ennek a többletbevételnek az 5%-a, mi azt mondtuk, hogy ez az irány helyes támogatjuk, de azért egy kicsit nagy vonalúbb lehetne a főpolgármester, és ne az 5, hanem a 10 át adja oda. Mi azt javasoltuk, hogy mindenkinek, akinek 170 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja havi 6 ezer forintos támogatást kapjon. Sajnálatos módon ezt a baloldali többség nem támogatta, tehát mégsem annyira fontos ez az ügy. Azért volt nekik fontos, hogy valamit mondjanak, valamit mondhassanak, hogy a főpolgármester úr választási ígéretei hosszú sorában, amiket nem tartott be, legalább egyről lehessen azt mondani, hogy valamit elkezdett csinálni. Mm -hmm. Furcsa, hogy azt mondjuk róluk, hogy baloldali, miközben ugye leszavazzák, hogy több pénzt adjanak a nyugdíjasoknak, meg a kis nyugdíjasoknak. Miért szavazták ezt le, mivel indokolták? Ön, egyszerűen csak nyomtak egy nemet? Vagy a volt... Főbb, előbb, a főpolgármester azt mondta, hogy ez is elég gáláns, és ennyi elég. Ennyi elég. Mm -hmm. Na, most erről a pénzről azért akkor le lehet szögezni, hogy nem kell emiatt feladatokat elhalasztani, nem kell emiatt átcsoportosítani feladatokat, nem lesz kevesebb forrás arra, amire egyébként tervezték a költségvetés. Ugye, tehát később karácsonyi nem hivatkozhat majd erre, hogy odaadta a nyugdíjasoknak, azért nincs rá pénz. Ö, ezt, ezt le, lehet, hogy jó már most rögzíteni, nem? Az a baj, hogy Karácsony főpolgármester úr bármikor bármit mondhat. Azt látjuk, hogy, hogy őt nem zavarják a tények. Tehát, ö, tavaly is De ez po... egy tartalék akkor. Tehát ez nem ez lett, a többletbevételekből többlet, többlet származó. Nem, muszáj elkölteni. Nem, 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 És ezt az összeget lehetett volna másra is fordítani, például akár a BKV üzemanyag költségeinek, a megnövekedett költségeinek finanszírozása, vagy bármire. Tehát ugye ez a többletbevételből akarják adni, ez a többletbevétel 99,9%-ban meg fog érkezni. A jelenlegi előrejelzések a befolyó összegeknek az üteme alapján, meg a gazdasági mutatók alapján ez egy jól és pontosan becsült összeg. Ennek az összegnek az 5%-áról azt gondolta a főpolgármester, hogy odaadja a nyugdíjasoknak, illetve más e, szociálisan rászorulóknak. A 10 ot már sajnálta tőlük. Mm -hmm. Önök Winter Mantel Zsoltot, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjét hallják. Innen folytatjuk majd. Ez itt továbbra is az álláspont, és a vendégünk Winter Mantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője. És hát eddig ott tartottunk, hogy a fővárosi közgyűlés döntött egy energia válságot, illetve gazdasági válságot kezelő tartalék alapról, ami 23 milliárd forintot tesz ki. És hát arról beszélgettünk, hogy ezt gyakorlatilag ennek egy részét oda fogják adni a rászorulóknak, a nyugdíjasoknak. Ugyanakkor hát nagyon sok pénz lehetne még talán a fővárosban tartalékként, ha nem pazarolták volna el. Nem? Tehát például itt van a Lánchíd esete. Egyrészt, hogy, hogy, hol tart most ez az építkezés, tehát kész lesz időre, másrészt miért kellett ezt ilyen későn elkezdeni, mennyit bukott ezen a főváros? É, igen, annyit még szögezzünk le, hogy ugye ezt a támogatást, aminek mi a, a, a megemelését javasoltuk, és ugye leszavazta a baloldali többség, vagy baloldalénak nevezett többség, ezt nem kötelező odaadni, nem lenne kötelező odaadni, mégis odaadja a főpolgármester úr, tehát rögzítsük, hogy van pénz a városban. És igen, visszatérve arra, hogy, hogy milyen felesleges kiadások voltak, a láncit felújítása 5 milliárd forinttal kerül többe mint hogyha 2020. februárjában a Tarlós István főpolgármester úr által lefolytatott közbeszerzési eljárást után aláírják a szerződést. Tehát itt elvesztett a város 5 milliárd forintot és másfél évet körülbelül. Tehát már lehetne közlekedni a Láncidon. Súlyos Adott esetben milliárdos bírságokat fizet a főváros szabálytalan közbeszerzési eljárásokért, egyéb büntetések miatt, elhibázott és alá nem írt reklámtender uh -huh. szerződés miatt is milliárdokat bukott el a, a város, és most legutóbb nagyjából egy milliárd forinttal kerülnek több azok a trollibuszok, aminek a közbeszerzési eljárását még szintén Tarlós István idején mm. folytatta le a főváros. Ez, ez, miért került többbe? hát mert beszerzés. vártak, ma egy évvel ezelőtt be lehetett volna szerezni, meg mm. volt minden döntés hozzá, le lehetett volna ezt hívni, egész egyszer nem tették meg, és azóta ugye az, az euró árfolyam egy mm. picit megváltozott, és emiatt egy milliárd forinttal többbe kerül a fővárosnak, simán azért, mert késlekedtek, mm. tétováztak, nem végezték a dolgokat. Tehát, hogy, hogy én mindig óva intek mindenkit, amikor elkezdi egy, akár egy vitában, akár egy beszélgetésben mondani, hogy de hát a főváros, meg az önkormányzatok ki vannak véreztetve, meg nincsen pénz. Én azt gondolom, hogy ha valaki felelősen végzi a dolgát, és valóban azért vállalta el egy város vezetését, hogy a közös ügyeinket vigye, akkor nem siránkozni kell, hanem dolgozni, és dolgozni, dolgozni, még többen dolgozni, és pontosan és jól dolgozni. Nem szabálytalanul, nem lustán, nem rossz döntéseket hozva, ami utána súlyos milliárdokba kerül a adófizetőknek. Na most eközben folyamatosan romlik a főváros állapota is, tehát a fővárosi közterületek állapota. Tehát nem azt látjuk, hogy vannak tartalékok, több az adóbevétel, akkor épül, szépül a város. Ugye vannak nagy beruházások, például a Láncic felújítása, vagy a tér. Ugyanakkor meg a közterületekben, a közterületeken az állapotok egyre rosszabbak. Például Nincsenek szemetes kukák. Ezt egyszer csak eltüntették. Most <kül> ugye van a fővárosnak egy ilyen projektje, ami egyébként pozitív, tehát, hogy a lakosságot megkérdezik, hogy mire kéne költeni egy bizonyos mennyiségű pénzt, azt hiszem egy milliárd forintot. És ebben az egyik ötletként megszavazták, hogy legyenek kukák. Tehát most akkor kellenek szemetes kukák az utcára, vagy nem kellenek? Hát igen, szerencsére azért vannak kukák, de több mint három ezret szereltetett le a főváros. Hát csordultig vannak. Gyermek. Csordultig vannak, és nem is olyan... Nekem van egy olyan érzésem, amikor pontos adat nincsen, de majd ki fogjuk kérni, hogy mintha ritkábban is sügítenék. Mm. Tehát, de ennek majd utána kell nézni. Egész egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ennyivel több szemét keletkezik, mint, mint amire három évvel ezelőtt. Három évvel ezelőtt nem voltak ilyen állapotok, hogy tényleg a szemetesből folyt ki a szemét mellette egy gyűlik, és sajnos ez mindennapos látvány most már mindenfelé a városban. Nem csak egy-egy véletlenszerű helyszínen, hanem majd, hogy nem mindenhol. És valóban a közterületek, a közparkok állapota sem olyan, mint amilyen volt, vagy ami egyébként egy ilyen világvárosnak, egy nemzetközi viszonylatban is összemérhető és komoly versenytársakkal rendelkező városnak ki kellene nézni. Nem vágjuk le a gazt és elnevezzük még legelőnek, ezt utána tudományosan megmagyarázzuk, hogy miért jó, de egyébként meg hogy mondjam, tehát a rendezettséghez, a tisztasághoz, ahhoz, hogy a mindennapjainkat is normális, kényelmes körülmények között éljünk, ahhoz a tisztaság és a rendezettség hozzájárul. Hogyha ha koszosak, és gazosak a parkjaink, akkor, akkor az emberekben sem lesz igény, hogy, hogy, vagy nem lesz akkor az igény, hogy a közös területeinket rendbe tartsuk. Ez egy rossz irány, ez egy negatív spirál szerintem, és az a baj, hogy amit egy-két év alatt le lehet rombolni, azt utána hosszú évek alatt lehet csak visszaépíteni és megcsinálni újra. Az, azért említettem a szemetes kukák esetét, mert szerintem ez egy állatorvos ebben a dologban. Tehát az történt, hogy csökkentették a számukat. Mert hogy nem kell annyi. Aztán amikor baloldali polgármesterek is már kerületi polgármesterek elkezdtek saját maguk kitelepíteni gyűjtő edényeket a saját költségvetésükből, például azt hiszem Sopromi Tamás, akkor rájöttek, hogy hát mégiscsak kellenének ezek a szemetes kukák. De akkor sem azt mondták, hogy hát bocsánat, elrontottuk, adunk rá pénzt, hanem ö, egyszer csak jött egy ötlet, ami felettébb gyanús, mert ugye ezeket, ezeket a lakosok küldik be a részvételi költségvetésbe, ezeket az ötleteket, ami alapján most ebből a részvételi költségvetésből megint elköltenek arra, hogy legyenek szemetes kukák. Tehát olyan, az, olyan benyomása van az embernek, amikor ezt látja, vagy meghallja, mint hogyha gyakorlatilag nem tudná, hogy mit csinál a jobb kéz. Nem, tudná, nem tudja, mit csinál a jobb kéz, a, 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 a bal kéz, mit csinál a jobb. Tehát, hogy káosz van a vezetésben. Egyrészt igen, másrészt ez a részvételi költségvetés is azt hiszem egy kicsit átgondolásra érdemes. E... Ugye ez az, hogy a lakosság beadhat ötleteket, javaslatokat, és egy bizonyos összeget erre költenek el, ami Amiré, és a lakosság is szavaz arról, hogy az ötletekből mit valósítsanak I meg. Igen, I igen. és az ötletek között vannak nagyon érdekes és hasznos ötletek, vannak olyan ötletek, ami ugye az evidens, alapvető kötelessége a fővárosnak, mm. hogy végezze például a szemetes kukák, Tehát az szerintem teljesen nonsens, hogy egy közösségi költségvetésben kell úgymond a fővárosi lakosoknak figyelmeztetni a városvezetés, mm. hogy ha haó, azért a dolgodat legalább végezd el, és tegyél ki kukákat, vagy legyen több nyilvános. Mm villámhely. Egészen, egészen elképesztő. Ráadásul ugye vannak olyan visszás ügyek, hogy ebben a közösségi költségvetésben kutya játszóteret szavaztak meg a 13. kerületben, most pontosan nem tudom megmondani, mm -hmm. hogy hova, csak éppen az ott élő lakókat nem kérdezte meg senki, és ők pedig ezt rossz téven veszik mm -hmm. és tiltakoznak ellene. Tehát én azt gondolom, hogy a részvételiség, az emberekkel folytatott párbeszéd, ez nagyon fontos. Nem biztos, hogy ez a módja a leg, legjobb, ráadásul ugye Budapest, összbudapesti szinten a tavalyi ilyen részleteli költségvetésnél, ha jól emlékszem, a számra 20 ezren szavaztak 1,9 milliós uh -huh. városban. Azért a részvételiséget és köszönet minden egyes embernek, aki ebben részt vett és fontosnak tartotta, hogy, hogy véleményt nyilvánítson a saját lakókörnyezetéről, de azért ez rendkívül kevés. Újpesten a polgármesterségem ideje alatt rendszeresen végeztünk ezt az úgynevezett Újpesti párbeszédet, mm -hmm. amiben nyitott kérdéseket is, meg zárt kérdéseket is tettünk föl a közös ügyeinkkel kapcsolatban ott általában 5-6 ezer válasz érkezett, a csúcs az olyan kicsivel több, mint 10-11 ezer válasz volt. Most azt jó tudni, hogy Újpesten 100 ezeren élnek, 100 ezerből 10 ezer, vagy 1,9 millióból 20 ezer, az azért az, az, az látványos különbség. Tehát én azt javasoltam, Lehet, hogy a kerületekben ez működne, csak ilyen nagy volumenekben nem működik. Igen, annyira... mert az önkormányzatiság ugye az inkább a helyi ügyekről szól, és nyilván a főváros is egy önkormányzat, és mindannyiunknak a főváros, de azért mindenki adott esetben egy kerületben, sőt az adott kerületben is egy adott lakó szűkebb környezetben lakik, tehát Újpesten is valaki István Telkinek mondja magát valaki Káposztás Megyerinek, valaki Megyerinek vagy Belsővárosnak, még ha ezt így nem is használja, de tudja, és az, az a környékérde jóban Nyilvánvalóan minél közelebb vannak hozzánk az ügyek, annál inkább készíthetésünk arra, hogy foglalkozzunk vele. Én, én mindenki, az, az biztos, hogy egy egyértelmű kritika a városvezetés felé, hogy ő leszerelte a kukákat, a, az a lakos, meg lakosok meg szeretnének, egy... szeretnének visszarakni a kukákat. Tehát leg, ha más, nem legalább ennyire jó. Megjelent egy bulvárlapban egy cikk, ami arról szól, hogy egy hölgy ajándékból el akart ütet, ültetni a Gellért hegyen egy fát és letiltották, meg akarták büntetni emiatt, sőt, majdnem negyedmillió forintot ott kellett volna fizetnie, hogy elültethessen egy fát, de nem azt a facsemetét, amit ő kinézett magának, hanem egy másikat, amit majd ad a főket. Most ez is egy ilyen illó ez a történet, tehát az, ami történik a zöld területekkel, azért az is eléggé elkeserítő. Tehát, ha jól emlékszem, Tarlós István idejében volt ez a 20 ezer fa program, vagy valami fajta fásítás elindult, ez hol tart? Most működik ez még, vagy van egyáltalán ilyen programja a főváros? Körülbelül, ha jól nem hiszem, a számra 30 ezer fával tartozik főpolgármester úr Karácsony Gergely. Ugye azt ígérte szintén a választási kampányában, hogy minden egyes megszületett budapesti csecsemő után ültetnek egy fát, uh -huh. jelzem nullánál tartanak, és szerencsére azért szép számon születnek budapesten a gyerekek. Egy fát Egyetlen egyet sem. Aha. Egyetlen egyet sem. Nyilván a kerületekben vannak faültetések, nyilván bizonyos beruházások mellé, tehát uh -huh. hogyha valamit építenek, hogy fölújítanak, akkor ott a kivágott fák helyett rendeleti előírás alapján kell, de ennek a programnak a keretében a csecsemők után ültetett, egy darabot nem ültetett a főpolgármester úr. E, itt is az látszik, hogy, és lássuk be egyébként, ebben ügyes vagy ügyesek, tehát ők el tudják hitetni magukról, hogy mint, mint hogyha baloldal lenne a zöld párt, és hogy nekik fontos a klíma, nekik fontos a környezetvédelem, nekik fontosak a fák, nekik minden fontos e, a szavak szintjén. Uh -huh amikor érdemi cselekvésre van szükség, akkor meg nem történik semmi. Itt van például a klímavészhelyzet, ugye 2019 őszén kihirdették nagy dírrel durral a klímavészhelyzetet. Az elvi nyilatkozaton túl volt egy-két érdemi intézkedési javaslat is. Ezeknek a javaslatoknak 2020. augusztus, illetve 2020. decemberre volt a határideje. Most 2022. augusztusa van, és semmi nem valósult meg belőle. Például eldöntött a főváros a, ö, többsége, de hát ugye mindenki megszavazta, hogy készüljön intézkedési terv, hogy mikor lehet rövid, közép, illetve hosszú távon semlegessé tenni a fővárosi vállalatokat, intézményeket. Semmi ilyen előremutató lépés nem történt. E, intézkedési tervet kellett volna kidolgozni arra, hogy fölmérjék a vállalatokat, a cégeket, hogy milyen ökolábnyoma van, hogy milyen energiafelhasználása van, és hogy a klímára gyakorolt hatása az milyen. Ebben sem történt semmi át kellett volna dolgozni a különböző e, nagyobb mennyiségű csapadék és esetén, vagy az aszályos időszakban, a, a, hogy, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, a vészhelyzeti elhárítási terveket fölül kellett volna vizsgálni. Ez sem történt meg. De hogy, de, hogy egy másikat említsek, szintén a főpogámestő programjából nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy majd megoldják a Dunából való közvetlen Közparkoknak a locsolását. Tehát, hogy ne a főváros ivóvízzel, a tisztított ivóvízzel kelljen a parkokat locsolni. Szeretném jelenteni, hogy nulla, az azaz nulla liter Dunából közvetlenül történő locsolás van jelenleg a fővárosban. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy szavakat használnak, ügyesen hitetik el magukkal, hogy ők lennének a nagy zöldek, de emellett az érdemi tevékenység az pedig nulla. Hát környezetvédelmi tevékenység történt, fölfestettek bicikli sávokat. Hát ha azt mondjuk, Illetve hogy a kerékpár... 30 vár... kilométerre akarják korlátozni, 30 km per órára az autók közlekedés. Ha azt veszük, hogy a kerékpáros közlekedés az környezetbarátabb, mint az autóközlekedés, akkor ez igaz. Ha azt veszük, hogy a felfestett kerékpársávok miatt megnövekedett a dugó a nagykörúton, illetve a környező utcákban, és ezzel együtt a légszennyezés is, akkor azt egyáltalán nem tudnám környezetbarát beruházásnak beállítani. Nem beszélve arról, hogy egy elhibázott dolog nem váltott be hozzá Valóban többen használják a nagykörúti sávot most biciklizésre, mint korábban de, de egyáltalán nem összemérhető ennek a káros hatása azzal, ami egyébként a többlet és a lelassult dugóban araszoló autók által kibocsátott zaj és, és, és káros kibocsátás miatt van. Tehát én a városvezetés, ezt mindig elmondom alapvetően, én közlekedésmérnök végzettségű vagyok, egy közlekedés szervezés egy kétmilliós városban az egy szakma, nem lehet így dírdúr egyik napról a másikra ilyen típusú beavatkozásokat csinálni. Itt látjuk, hogy lehet, csak akkor a következményeivel érdemes számolni. Néhány percünk maradt még így a végére. E, mindenképpen szeretnék beszélni arról, egy másik állatorvosi lóról, idős otthonok. Ugye korábban arról volt szó, hogy a főváros celdömölkön akar egy idős otthont létesíteni, és akkor hát, nagy volt a felzúdulás, hogy miért budapesti időseknek miért kell vidéken idős otthont létesíteni. Most meg van egy újabb ötlet, még messzebb Gyulán akarnak egy idős a fővárosiaknak. Ilyenkor e, régi tapasztalt kollégák azt szokták mondani, hogy múgyhiszagot érzek. Nem valami ingatlan múltja lehet-e mögött? Vagy mi, mi értelme van ott, annak, hogy Gyulán vegyenek egy idős otthont? Ott jelenleg is van, Ogyan Jelenleg, 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 is, jelenleg van. is van Gyulán, ugye az a múltkori döntés. De azt, hogy aztak, aztak, azt akkor felújítják, vagy mi történik? Ott, ott az, tehát ugye jelen pillanatban az egyik idős otthont azt meg kell szüntetni, mert ugye a gyógyszerészeti tömb területén van, uh -huh. és az állam megvásárolja a fővárostól azt az épületet, uh -huh. nem elveszi, megvásárolja, tehát kifizeti a vételárat, és az, és az így befolyó több mint egy milliárd forintot döntött úgy a közgyűlés, hogy a gyulai jelenleg is működő Időshon felújítására uh -huh. fordítja. Ugye mi ezzel szemben azt mondtuk, hogy mivel itt most megszűnik 50 férőhely emiatt, uh -huh. ezért a főváros nem engedheti meg magának, hogy 50 fővel csökkenjen. A, 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 az idős otthon férőhelyének a száma. Uh -huh. Ezért mi azt mondtuk, hogy ezt az összeget fordítsa vissza, és 50 férőhely létesítésére használja föl. Na de budapesti idős emberek eddig is Gyulán volt. Vannak, otthon, van, 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 több helyen uh -huh. van a fővárosnak vidéken idős otthona, vannak, akik egyébként leköltöznek szívesen. Igen, igen, igen. És, 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 és ha jól emlékszem, a számokra, olyan 3000 fős a várólista. Uh -huh. Tehát amikor 3000 idős ember várja a lehetőséget, hogy beköltözön idős otthonba, akkor nem megengedhető, hogy 50 fővel csökkentsük. Ezért Kovács Péter polgármester úrnak, 16. keleti polgármester úrnak volt egy javaslata, ők már konkrétan megvan a telek, megvan a kiviteli terv, érvényes lefolytatott közbeszerzési eljárással, pont egy 50 férőhelyes. Idős otthont akarnak építeni. Az volt a mi javaslatunk, hogy ezt az 1 milliárd forintot akkor adjuk oda a 16. kerületnek. Ez kb. egy 4 milliárdos uh -huh. projekt. Ők vállalták, hogy hozzáteszik a másik 3 uh -huh. tehát a kerületi önkormányzat hármat, a főváros 1 milliárdot, tehát azért érezzük. Uh -huh. És akkor ott létesülhet 50 férőhely, erre azt mondta a vezette baloldali többség, hogy köszönjük, nem élnek a lehetőséggel, elköltik felújításra, és 50 férőhelyel csökkentik az idős otthonokban lévő szállás, vagy férőhelyek számát. Tehát nem voltak hajlandók ezt az egymilliárdot milliárdot adni. Nem. És nem is az egy milliárd a lényeg, hanem az, hogy nem voltak hajlandóak az elvesztett 50 férőhelyet visszapótolni. Karácsony Gergely pártársa, Tordai Bence, viszont egy remek Házat épített egy kis parasztházból, amiről kiderült, hogy teljesen engedély nélkül építette. Ehhez mit szól? Hát erre mondják Pestes, hogy a fagyi visszanyal. Ugye emlékszünk, hogy bizonyos illegális építkezéssel kapcsolatban, talán ő volt a leghangosabb, a Csipak villa esetében, Igen, ami szabályozott. Már... Ott videózott, Igen. követelt, Igen. mindenféle akciót csinált. Én egyébként azt gondolom, hogy ha valami szabálytalanul épült, akkor annak meg kell, hogy legyen a következménye. Tehát, tehát én itt igaza volt. Benszének akkor, amikor egy illegálisan épült ingatlannak a, a számunkérését végezte, vagy a lebontását követelte, de a törvények mindenkire vonatkoznak így rá is, tehát különös fintóra a sorsnak, hogy pont ő csúszott bele egy ilyen ügybe. Kíváncsi leszek a végére. Nagyon, nagyon durva dolog, és erre azt mondani, hogy itt a fideszes árványkodás áldozata lett, amikor ő az építési napló által bizonyíthatóan földig rombolt az ott lévő házat, új alapot épített, arra egy új házat épített, és ő ezt felújításnak becézi, mm -hmm. és azok után, hogy ez kiderül, a Fidesz vádolja azzal, hogy politikai alapon támadják az ő illegális építkezését, azért az több, mint sok. Hát talán ebből is az a tanulság, amit az elején mondtunk Karácsony -el kapcsolatban, hogy nem jó a kettős beszéd. Tehát, hogyha valakiket kritizálunk, akkor a jó példát azt illik, illik, magunkon kezdeni. Nem? Igen, és ugye hát a Tordai képviselő úr a parlament, tehát a törvényhozásnak a tagja. Hát hogy várjuk el az átlag állampolgároktól, hogy betartsák a törvényeket, hogyha a törvényhozás tagja nem tartja be? Tehát, hogy Érdekes, minden esetre érdekes, és mondom a sors különös fintor, hogy ez pont vele történik meg. Remélem, hogy az igazság az valóban e, beteljesül, és hogy, hogy, hogy a jog minden eszközével ki lehet kényszeríteni azt, hogy visszaálljon a törvényes rend. Hát itt tartunk most. Önök Winterbante-t, Zsoltot, a fidesz kdnp fővárosi frakció vezetőjét hallották akivel többek között arról beszélgettünk, hogy 23 milliárd forintos tartalékot képezett a főváros az energiai és gazdasági válság megoldására, kezelésére, de hát nagyon sok mindenről beszélgettünk még a főváros kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek.